Jó napot! Egy szállángot kolbászt szeretnék. Igenis! Kérem, mit csinál? Miért cipelne annyit, hölgyem? Az ételek egyharmada úgyis a szemétbe kerül. Ez az egyik figyelemfelkeltő videója a napokban indult Éj maradéktalanul kampánynak. A Média Unió minden évben kiválaszt egy jelentős társadalmi célú ügyet. Idén az Élelmiszerbank Egyesület pályázatát támogatják átfogó kommunikációs kampánnyal. Az élelmiszerpazarlás globális probléma az Európai Unióban. Egy friss felmérés szerint ugyanis az ételek harmada még fogyasztható állapotában a kukában végzi. Bár az emberek nagy része tagadja, hogy kidobná az ételeket, mégis több millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik minden évben. Az élelmiszer pazarlás témája világszerte egy elég fontos fenntarthatósági probléma. És elsősorban itt most a lakossághoz szólunk, hiszen az élelmiszer pazarlásnak körülbelül a fele egyébként a háztartásokban keletkezik. Ugye Magyarországon becsülten 1,8 millió tonnányi élelmiszer pazarlunk el évente, és ennek körülbelül a fele a háztartásokban. Ez azt jelenti, hogy háztartásonként és évente körülbelül 270 kg élelmiszer kerül a kukába átlagosan. Ugye a kampánynak az a célja, hogy egyrészt felhívjuk a figyelmet erre a problémára, a problémának a fontosságára, hogy ennek milyen fenntarthatósági vonzatai és hatásai vannak, amellett, hogy persze anyagi problémát is okoz. A pazarlás ugyanis egy család esetében akár évi 100 000 forint kiesést is jelenthet. A kampány különböző tippekkel és javaslatokkal próbálja átformálni a lakosságot. Így például felhívják a figyelmet arra, hogy érdemes a romlandó élelmiszert lefagyasztani, pontosan megtervezni a bevásárlást és épp annyit főzni, amennyi a következő egy-két napban biztosan elfogy. A márciusban berobbant koronavírus egyébként tovább rontott a helyzeten. A lakosság nagy része a karantén első időszakában alaposan felhalmozott élelmiszerből, amelyből azóta már rengeteg a szemétben végezte. Ezzel kapcsolatban is megfogalmazott tanácsokat a kampány. Kétfajta úgymond szavatossági idő létezik az élelmiszereken, van egy fogyasztatósági idő, és van egy minőségmegőrzési idő. Tehát minden olyan termék, amire az van írva, hogy minőségét megőrzi, és ott van egy dátum, hogyha ez a dátum lejár, ettől még a dátum után ezeket a termékeket lehet fogyasztani, mert nem jár egészségügyi kockázattal ennek az elfogyasztása. Egy tejtermék, egy húsnál fontos, hogy figyelembe vegyük a fogyasztatósági időt, de mondjuk egy száraz tészta, egy rizs, vagy egy csokoládé esetén, hogyha találunk olyat a kamrában, amit nem megvettünk márciusban, és adott esetben mondjuk júliusban lejárt, és most már augusztus van, ettől még nyugodtan fogyasszuk el azt a száraz tésztát, meg konzervet, vagy tartós élelmiszert, mert semmi bajunk nem lesz tőle. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület már 15 éve végzi élelmiszermentő munkáját. A médiakampány egészen jövő év februárjáig tart, addig várhatóan még számos felületen találkozhatunk hasznos tanácsokkal a témában.